Sziasztok, Henzsel Csaba vagyok. A 2022-es motorkerékpár újdonságokat bemutató sorozatomban most a Husqvarna centrumban vagyunk. Itt a csatornámon megnézhetitek az eddig bemutatott például Suzuki GSX-es 950 vagy a Honda 500-as modelleket, és amennyiben lehetőségem adódik, újabb premierek következnek. Tehát érdemes feliratkozni. Ezúton várom márkakereskedők vagy importőrök jelentkezését privátban, hogy az újdonságaikról is beszámolhassak nektek. Ahogy pedig mondani szoktam, nincs reklám, nincs szponzor. A Husqvarna Norden 2019-ben az Eismann mutatták be koncepcióként, ahol meglehetősen pozitív fogadtatásra talált. Két évvel később, tehát tavaly év novemberben hivatalosan is bemutatkozott, és most 2022. január második felében itt Magyarországon, Budapesten is megtekinthetjük. A modell a KTM 890 Adventure sorozatának az elemeit használja fel, az építőszekrény elvet példásan követve. Hogyan lehetséges ez, arról mindjárt részletesen beszélek, és miért mondok sorozatot, azt is nem sokára megtudjátok. Most, hogy itt vagyunk a KTM és Husqvarna centrumban, Budapest 11. kerületében, a Vizsla utcában, megnézzük, hogyan viszonyulnak egymáshoz, illetve hogyan néznek ki egymás mellett a gyártói oldalról megközelítve az egy tulajdonossal bíró modellek. Hogyha kicsit az infolak mögé nézzünk, a KTM 2013. februárjában megvásárolta a Husqvarnát. Ebben az időben magába olvasztotta a Husaberget, míg 2019. szeptemberében a GasCas márkával bővítette a portfólióját, amely 2022-ben kategóriájában megnyerte a Dakar Rallyt. Röviden tekintsük el a három modell műszaki eredeteit, műszaki alapjait. KTM 890 Adventure, Husqvarna Norden 901, illetve KTM 890 Adventure R szerepel a három táblázatban. Hengerűrt tartalom, furat lökethossz, teljesítmény, illetve a legnagyobb forgatónyomaték, motorvezérlő elektronika, az első fék, minden esetben 320 mm-es, négy dugattyús féktárcsáról, dupla féktárcsáról beszélünk természetesen. A hátsó fékek szintén megegyeznek, egy tárcsáról és 260 mm átmérőről beszélünk, két dugattyús munkahengerekkel. Igen, hengerekkel. Végáttétel, tehát a lánc ugyanaz, a váz szintén megegyezik, a futóműnél már találhatunk különbséget, mert VP Apex 43 mm csúszó átmérőjű első lengés csillapításról beszélünk a sima Adventure esetében. A Nordennél ez már állítható, még az Adventure-nél egy 48 mm-es jóval komolyabb paraméterekkel rendelkező első felfüggesztésről van szó. A rugóút elől 200-220, illetve 240 mm. A hasmagassága ennek függvényében változik, 233, 252 és 263 mm. A hátsó felfüggesztésben szintén van némi differencia, itt az Adventure R modellnél már amit tapasztalható különbség, és a villaszög hasonlóképpen minimális mértékben, de változik. Lapozunk egyet, és jönnek
a keréktárcsák elől-hátul, differencia nincs, elől 21-szoros, hátul 16-szoros keréktárcsakról beszélünk. Az abroncsok mérete ugyanaz, viszont a típusa változik, illetve gyártója. Üzemanyagtartály térfogata a modell kialakításából adódóan némi differenciát mutat, viszont fogyasztásban nincsen érdemi különbség, illetve inkább semmi. Súlyban viszont differenciával találkozunk, a Northern erősebb idomzatának és némi többletfelszereltségének köszönhetően a száraz súlya 204 kg a 196-os Adventure modellekkel szemben. Ülés magasságban viszont azért van már különbség, differencia, ahogy látható is. Felszereltsége többek között a majd minden információval szolgáló műszerfal, a felfele és lefele működő gyorsváltó, a fém fékcsövek és a kiegészítő lámpák az idomzatba foglalva. A szélvédőnél jelenleg ez az egy kivitel az egyetlen, ami elérhető, egy gyári tartozékként egy toldattal lehet komfortosabbá tenni a hosszabb, tempós utakat. Ehhez a motorhoz jellegéből adódóan kevésbé illenek a kemény oldaldobozok, bár gyári tartozékként elérhetőek, de sokkal inkább egy hevederrel rögzített hengerzsák vagy egy profi hátizsák. Konfigurátorban sok kiegészítőt rendelhetünk, például Akrapovics mellett Rémus kipufogót is kínálnak. A Husqvarna a 2021-es németországi új motorkerékpár értékesítési adatok alapján igen szép teljesítményt ért el. A konkrét modelljük megelőzte többek között a BMW R1250 RT-t és az S1000 R-t. Ez a motor pedig nem más, mint a 701-es Supermoto. A 4 KTM 790 Adventure modell, melyekről korábban említést tettem, a sima Adventure, az Adventure R, valamint a komoly kiegészítőkkel és profiknak szánt futóművel felvértezett Adventure R Rally. Gondoltak azokra is, akiknek A2-es jogosítványa van a tarsójával. A 77 kW-os Adventure L teljesítményét 70 kW-ra csökkentve már belefér abba a kategóriába, melyet 35 kW-ra módosítva már A2-es jogsival is dirigálható.
motor, a váz és a fékek egy az egyben a 890-es KTM-ek egységei. Felszereltségben hozza mindazt, amit ebben a szegmensben ezért a pénzért elvárhatunk. A crossover jelleget kicsit a terepjárás irányába fordították, és mindezt olyan köntösbe öltöztették, amely egy igazán figyelemre méltó ajánlat. Amennyiben tetszett ez a most megtekintett film, annak készítői örülnek. Viszont mindannyiunknak nagyobb lehet az öröme, hogyha feliratkozás vagy like helyett egy számodra megfelelő összeg átutalásával segíted annak a két szervezetnek a munkáját, amely motorosként más emberek munkáját könnyíti. A Nyíregy Bikers és a Vérlovagok számlaszámlát itt a képernyő alján és a leírásban, valamint a közösségi média oldalukon is megtalálod. Segítségedet ezúton is köszönjük!